Megemelkedett a bejelentett szamárköhögéses esetek száma Magyarországon is, csak úgy, mint Európában. Baranyavár megyében is vannak ilyen bejelentett esetek, főleg családi halmozódások. Ez a betegség enyhe tünetekkel kezdődik. Az első két hétben a megfázás jelei mutatkoznak. Enyhe orrfolyás, esetleg hőemelkedés, és tipikusan esti köhögés jelentkezik, mondta dr. Kassai Veronika, Baranyavár megyei tiszti főorvos. A harmadik héttől jelentkeznek a rohamszerű köhögések, ugye tipikusan erre a megbetegedésre jellemzően, és ezek a rohamok azért problémásak, mert a védtelen két hónapnál fiatalabb csecsemőknél a rohamok közötti légzés kihagyások akár oxigénhiánnyal is járhatnak, és végső esetben még halált is okozhatnak. Továbbá szövődménye is lehet ennek a megbetegedésnek, például tüdőgyulladás. A hátralevő időszakában a megbetegedésnek már van egy elhúzódó, köhögéssel járó, akár több hónapig tartó időszak. Ahogy említettem, nagyon fontos, hogy védjük a két hónapnál fiatalabb csecsemőket. Ugyanis két hónapos korban kapják meg először a szamárköhögés elleni védőoltást a csecsemők, utána 3-4-18 hónapos korban, majd iskolásként a 6. osztályban. Ezután alakul ki a teljes védettség. Ez azért nagyon fontos, mert a szervezet minél inkább védettebb a szamárköhögés ellen, annál enyhébbek a tünetek, illetve végső esetben a gyermek nem kapja meg ezt a betegséget, tette hozzá tiszti főorvos. A két hónapnál fiatalabb csecsemőket kell nagyon védenünk. Alapvető szabály lenne, hogy ezeket a babákat még ne vigyük zsúfolt helyre. Akinek vannak hurutos tünetei, ne menjen ilyen babát látogatni. És a másik nagyon fontos ebben az időszakban, hogy aki teheti, az úgymond alakítsa ki a fészekimmunitást, tehát akár már a kismama, aki várandós a babával, legkésőbb az utolsó trimeszterben, és két héttel legkésőbb a szülés előtt oltassa be magát. Az a családtag, aki együtt lakik ezzel a várható pici babával, szintén oltassa be magát, nagyszülők, akik gyakran látogatják, vagy egyéb családtagok ezt a babát, ebbe az időszakban javasolt lenne, hogy szintén oltassák be magukat. Ezt a betegséget felnőttek is megkaphatják. Nagyon jó az átoltottság Magyarországon, viszont a védőoltásoknak, ennek a védőoltásnak is van egy hát olyan időtartama, ami után már kevésbé véd, tehát az szokták mondani, hogy 10 év után lehet már úgynevezett boosteroltás, megerősítő oltást felvenni, tehát aki úgy gondolja, akár azért, ahogy említettem, hogy kicsi babát fog látogatni, vagy hát gyakorlatilag a saját egészsége érdekében házi orvosával felirathatja. Az oltóanyagot a házi orvos, házi gyerekorvos felírhatja. A kötelező védőoltásokat a szülők adassák be gyermekeiknek, hiszen életet lehet vele menteni, hangsúlyozta dr. Kassai Veronika, Baranyavár megyei tiszti főorvos.